Az olvasás az kezd egy olyan dologgá válni lassacskán, amit az újabb generáció túlnyomó többsége egyszerűen megvet. Én is személy szerint nagyon nehezen ültem le életemben először önnön akaratomból könyvet olvasni, és talán az egyedüli oka annak, hogy egyáltalán ezt megpróbáltam, az az volt, mert a szüleim is szerettek elidőzni egy-egy könyvvel hónapról hónapra, így már csak kíváncsiságból is felvetődött bennem a gondolat, hogy mégis mi lehet annyira szórakoztató az olvasásban, ha kötelezők közül egyik sem érdekelt különösebben, ebből kifolyólag nem igazán figyelt arra, amit olvastam, tudjátok, figyelemhiányos hiperaktivitás, ennek pedig az lett a vége, hogy képtelen voltam magamat beleélni a különböző olvasmányokba minden egyes alkalommal. Ezért is volt annyira nagy meglepetés nekem az, amikor leültem egy olyan könyvet olvasni, amit én magam választottam ki, mert érdekelt az alapkoncepciója, és a film adaptációját is imádtam gyerekként, annak ellenére, hogy amúgy eléggé rossz volt, szóval mindössze annyi volt a különbség ezen mű és a kötelezők között, hogy ez lekötötte a figyelmemet. Ami pedig ezt követően történt velem, az maradandóan megváltoztatta a vélekedésemet könyvek terén, ugyanis életem egyik legnagyobb élménye lett. Lehetséges, hogy száraznak tűnik az, hogy egy nagyrakás egybefüggő spagetti szöveg eléd tárul, ami itt tart több száz oldalon keresztül, de amikor elkezdesz belemélyülni, egy idő után egyáltalán nem is látod a szavakat és a mondatokat, hanem csak a különböző jeleneteket, amiket a leírás alapján képzelsz el a saját fantáziádban. Lehetséges, hogy a könyvek olvasása talán az első rendes opciója volt az eszképizmusnak, de ezzel együtt talán egyik, hanem a legjobb megoldás erre a célra napjaink. Gyerekként felbuzdulva rengeteg könyvet elolvastam ebben az időszakomban, és próbáltam megértetni a barátaimmal a korosztályomba esőkkel a könyvolvasás élményét, de úgy éreztem, mintha a falnak beszélnék. Szinte mindig azt a választ kaptam lényegében, hogy fúj, túl sok bennük a betű meg az egybefüggő szöveg. Meg sem próbáltak a szöveg mélyére tekinteni, egyszer sem látták azt, hogy milyen világ húzódik a leírások mögött. Persze megérthető az, hogy az újabb generációk számára nem túl csalogató a könyvolvasás, elvégre vannak már filmek, videójátékok, animék, de még képregények és mangák is, amik vizuálisan sokkal stimulálóbbak és könnyebben fogyaszthatóak, valószínűleg emiatt szorult annyira háttérbe a rendes regények szeretete. Tehát ahhoz, hogy a könyvek könnyebben emészthetőek legyenek, szükség van arra, hogy rendszeresen megtörje valami az összefüggő szöveg illúzióját, erre pedig jött Japán és azt mondta, hogy akkor miért nem rakunk rendszeresen képeket a könyvbe? És valahogy így született meg egy olyan műfaj a regényeknek, ami az új generáció számára sokkal könnyebben befogadhatóbb, mert ugye tele van képekkel, illetve sokkal egyszerűbb fogalmazási módok vannak benne, kihagyva mondjuk a magyar irodalomra jellemző 40 oldalas tájleírásokat. Tehát Japán válaszra jutott, hogy hogyan lehetne kiküszöbölni a generációs szakadékot ezen a téren, ez az alternatíva lett az, amire csak úgy referálunk, hogy light novel, avagy könnyed regény, amit gyorsan és egyszerűen lehet fogyasztani. Na most, rengeteg anime készül az említett Szigetország, ami gyakorta ilyen light noveleket használ alapanyagként, viszont mivel ezek a könyvek gyakorta nem úgy íródnak, hogy könyvek akarnak lenni, ezért szinte minden egyes alkalommal egyféle anime utóízt hagynak maguk után. A karakterklisék, a történetvezetés, az árkok felépítése, a világalap koncepciója mindegyikről leri, hogy ez egy anime akar lenni, így a fantáziádban is hasonlóképpen kell életre, erre pedig rásegítenek az animékre, mangákra jellemző stílusban megrajzolt illusztrációk, amik átlagosan 8-10 oldalanként előfordulnak. Nem egy light novelt olvastam már, nemrég például a Mushoku Tensei forrásanyagát kezdtem el online átnyálazni, azonban ez egy annyira japán dolog, hogy itt nyugaton nem igazán volt kísérlet eddig arra, hogy ezt átültessék itteni feldolgozásba, pláne nem itthon Magyarországon. Erre pár héttel ezelőtt rámért Martin K., hogy Halló Reggie, láttam a videóidat, tök jók, érdekelne egy recenziós példány a könyvemből, amit pár éve írtam? Én pedig erre nagyon határozottan azt válaszoltam, hogy ahogy a viharban-e? És valahogy így tettem rá a kezemet azon könyvszéria első kötetére, ami arra a névre hallgat, hogy Eastern. Na most, eleve kicsit furán néztem, amikor elolvastam az alapkoncepciót, elvégre ez egy western vagy nyugatszerű világban játszódó sci-fi az alternatív Európában, ami egy olyan jövőben foglal helyet, ami túl van egy titánokkal megvívott háborút követő apokalipszison, így pedig egy érdekes vegyülete lesz a nyugati western stílusnak, az európai, főleg magyar értékeknek, illetve a japán kultúrának, szóval gyakorlatilag minden össze lett darálva egy turmixoló gépbe, és a végeredmény nem lett rossz. Kicsit amikor eleinte próbáltam rendezni a fejemben, hogy mi a fészkes fenét is olvasok, időről időre eszembe jutottak az abszurd anime alapkoncepciók, amik hasonlóan elborultak tudnak lenni, viszont kissé szkeptikus voltam, mert nehezen tudtam elképzelni azt, hogy ez úgy egyáltalán működhet. Aztán bemutatkozott a történet női főszereplője, Nakamura Yuko, a 150 cm tömény gyűlölet, aki amúgy egy az egyben tsundere, az éles nyelve, a nehéz önkifejezési készsége, illetve az imádni valóság, amikor megtörik a jég,
pedig ez mind-mind tsundere vonás, ez pedig egyáltalán nincsen ellenemre, főleg, hogy a történet másik főbb szereplője a tipikus, cinikus férfi, aki a frappás beszólásaival gyakorta szándékosan húzza az idegeit Yukónak, de mindig a segítségére kér, hogyha szükség van rá, a férfi neve pedig nem más, mint Voik. Tehát van egy vadnyugatos feelingű alkotás, amiben a főszereplő az egyértelműen japán nevű hölgyemény Nakamura Yuko, az ő társa, a második főszereplőnk pedig Voik lesz, akinek a neve ennél magyarabb nem is lehetne, de amúgy a könyv nem csak a nevekkel emlékeztet arra, hogy honnan ered. A fogalmazási módok, a szófordulatok, a leírások, a beszélgetések mindenen érezni azt, hogy ez a könyv magyarul íródott magyar olvasónak, viszont ezzel együtt minden téren tartja magát a japán light novelek elképzeléseihez, ezáltal teljesen anime érzete lesz. Eleve a történeti ív az, hogy van Yuko, akinek kiirtották a családját, és most bosszú szomjasan keresi a felelőst, hogy szétlője vagy vágja a seggét, a társa Voik pedig szintén ugyanezt a valakit keresi, ezért társulnak. Illetve még egy oknál fogva, de ezt nem spoilerezem el. Tehát maga a sztori az egy standard bosszú hadjárat, ami tele van gyilkolászással, akcióval, jó humorral, valamint káosszal, azonban light novelhez hűen a konklúzióhoz még csak közel sem érünk. Hogyha ez egy anime lenne, akkor 12 részes évadként kettő nagyobb árkot dolgozna fel, szóval gondolj erre inkább egy első évadként, vagyis egyszerűbben fogalmazva első kötetként, ami leginkább Yuko és Voik kapcsolatára és a köztük szövődő érzelmi kötelékekre összpontosít, miközben városról városra járva mindent is porigrombolnak. A könyvnek nagyjából az egyharmadánál van egy olyan akció jelenet sorozat, hogy konkrétan leizzadtam az olvasása közben, annyira intenzív volt, ilyet már nagyon régen éreztem legutóbb, illetve ha netán azt hinnéd, hogy kár lenne belekezdeni, úgyhogy a fő történeti ív nem ér véget, higgy nekem, megéri adni neki egy esélyt és végigolvasni az egész első kötetet, sőt igazából ha belekezdesz, szerintem oda is ragadsz hozzá, mert önmagában is van értéke, a végén lévő fordulatok, amiknek az irányába épít fel a könyv, nagyon jól átjönnek és egy sóvárgást hagynak benned a folytatás irányába, szóval ha azon gondolkodsz, hogy elkezdjél könyvet olvasni, de a tömérdek összefüggő szöveget túl soknak találod, ha netán szívesen leülnél egy humoros és könnyed szórakozást kínáló alkotást végigolvasni bomba akcióval, egy egyszerű, de nagyon jól működő történettel és egy iszonyatosan szimpatikus főszereplői párossal, vagy pedig csak egyszerűen kíváncsi vagy arra, hogy milyen is egy light novel, na akkor nem is kell tovább keresgélned, ugyanis ezért éri meg elolvasni az Eastern címre hallgató könyvet. Amúgy képzeljétek el, ehhez a könyvhöz még egy rendes előzetes is készült animációval, szinkron színészekkel meg minden, a leírásban amúgy megtaláljátok a linket az egészhez, jövő héttől fogva pedig már visszatérek a szokásos anime ajánlókhoz, ja és külön köszönet Martin Kay-nek a példányért, amit intézett nekem, tényleg jól szórakoztam rajta és jól esett olvasni egyet így egy-két év kihagyás után, illetve kíváncsian várom a folytatást, hogy Yuko és Voik története milyen irányt vesz majd, na de ha meghoztam a kedvedet az Eastern című könyvhöz, akkor jó szórakozást kívánok hozzá!